Az ezévi időjárás szokatlan volt a gazdák számára, ugyanis a hirtelen jött meleg, majd az esőzések és az azt követő napsütéses időjárás szinte minden termés érését felgyorsította. A szántóföldi kultúrák mellett a gyümölcsök is sokkal hamarabb kezdtek érni, és habár a minőségen rontott az esős időjárás, a mennyiség nem szenvedett károkat. A megy betakarítása is előbb kezdődött. Itt az üzemek nem készültek fel kellően arra, hogy tudják fogadni ezt a betakarítás előrehozatalának az időszakában a terméseket. Voltak problémák ott az első hetekben, mostanságra talán letisztult, ebben szerepe lehet annak is, hogy volt egy csapadékos időjárás, és a fertőzések következtében sok megyet most már nem takarítanak be, amit megóvtak a betegségektől, illetve a kukacoktól. Azokra most már igen jelenkezik, de az ára a továbbiakban is nagyon nyomott, 80 forint körüli ár, de legalább ennyiért már megveszik. Rácz Imre azt mondta, korábban volt egy félelem a gazdák között a felvásárlások bonyolításával kapcsolatban, ugyanis a korábban kezdődő és az egyszerre érő gyümölcs az átlagnál magasabb termésátlagot hozott, amelyet nem tudtak azonnal felvásárolni az üzemek. Várhatóan az alma is egy a közepestű, magasabb szintű termést fog produkálni, és már ma is lesz az osztályülés, a kertészeti osztályülés, illetve pénteken államtitkár úr jelenlétében fogunk a feldolgozókkal tárgyalni, hogy ők hogy látják a sűrítményüzemet és sűrítménynek az árait, illetve a keresletet, és milyen ár várható a lejalmában is, ugyanez még nagyobb létszámú emberek élnek, megtartják el a családukat ebből is, és nagyon fontos lenne, hogy az árak úgy alakuljanak, hogy a gazdálkodók is egy eredményes évet tudjanak zárni, nehogy az következzen ebből, hogy a tavalyi évben egy magas ár után egy olyan mély pontra kerüljön, hogy esetleg sok családot kellemetlen helyzetbe hozzon. Rácz Imre hozzátette, az Agrárminisztérium döntött arról, hogy a fel nem használt forrásokból idén mintegy 50 milliárd forintos kerettel újabb pályázati lehetőséget nyit az élelmiszerfeldolgozás és a borászat támogatására, ez pedig hosszú távon segítség lehet a szabolcsi termelők számára is.